Az egyetem és a város történelme évszázadok óta összekapcsolódik. Aki a Debreceni Virágkarneválon virágkocsit indít, az vállalja a közösséget a várossal, vállalja a közösséget ezzel a hagyománnyal, vállalja a város népével és mindazzal, amit Debrecen város képvisel. Egy népmesei motívumot tartalmaz a kocsi, a kompozíció maga. A mesei szimbolika mindig hordoz magában olyan jelentéseket, amelyek a világ népei számára fontosak. Ez pedig az, hogy ha együtt, közösen teszünk erőfeszítést, akkor elérhetjük életünk célját. A központi motívum egy olyan növény, amely az egészséges élelmiszer, a funkcionális élelmiszernek is a jelképe lehet, hiszen hosszú idő óta igen jelentős, mondhatjuk kiemelkedő eredményeket értünk el a funkcionális élelmiszer kutatásban. Brumoran doresc să mulțumesc organizatorilor și principal universității din Debrecen că în acest an vor fi prezenți cu un car alegoric al Institutului de Învățământ. Apreciez activitatea acestui institut, am auzit că au 30.000 de studenți. Este important, în primul rând, pentru un concept foarte simplu, acela de continuitate. Este a 10-a ediție pe care o organizăm împreună cu autoritățile din Debrecen. Evident că cele 45 de ediții au contat foarte mult pentru primăria Debrecen, dar sunt convins că pentru Oradeni, an de an, în ultimii 9 ani, faptul că avem caravana florilor în Oradea este un lucru important. Ebben az évben, ahogy ez a csodálatos stadiont megkaptuk, itt nem volt kérdés, hogy visszatérünk és itt mutatjuk be a produkciót. Egy olyan technikai és olyan látványelemekkel tudjuk bővíteni és gazdagítani a virágkocsainkat, az érkező csoportok produkcióját, amit az első időben itt a stadionban adott. Tervény szerint 4:10, 9:30 fele lesz vége a produkcióknak, és lesz egy fél óra, míg átsétálhatunk az egyetem térre. És itt az egyetem előtt lesz egy olyan közel 20 perces tűzijáték, amelynek a zenéjét külön készítettük el és írattuk meg. Ennek azok a dalok az alap, és nem csak dal, hanem itt most hallhatunk a sajtótájékoztatón olyan versek is, amelyek Debrecenhez kötődnek.